Jubileum. 10 éves a Dombi Sámuel egészségügyi központ. Rendezvény. Visszafogott bűbályos hétvége Tarcalon. Pályázat. Új játékok az új harangodi óvodásoknak. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. A tokai Dombi Sámuel kistérségi egészségügyi központ fennállásának jubileumi 10 éves évfordulóját ünnepelték zárt körben május 3-án az intézet dolgozói, orvosok, egészségügyi szakdolgozók. Egy közös délutáni összejövetellel emlékeztek vissza a dolgozók az elmúlt egy évtized sikereire, fejlesztéseire. 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését Tokajban a Dombi Sámuel kistérségi egészségközpont. Az egy évtized alatt megvalósuló sikerekről az egészségügyi intézmény vezetője szólt. Dr. Szentesiné, dr. Sallai Zsuzsanna intézményvezető köszönetet mondott kollégáinak az áldozatos munkáért. Hozzátett, hogy az elmúlt 10 évben 330 ezer orvosbeteg találkozás volt, ennek 20%-a volt területen kívüli beteg. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt 10 évet egyben az én vezetésem alatt irányíthattam az intézetet. Amikor az ember egy ilyen új intézetet megkap a nulláról, hogy kezdje felépíteni, akkor egy kicsit magára is forgatja, tehát a maga képére formálja magát az intézetet. Tehát elmondhatom azt, hogy ez a rendelőintézet ez úgy működik, ahogy én elképzelek egy egészségügyi intézményet, ilyen kistérségi egészségügyi intézményt működni. A kezdetekben voltak ugye nehézségeink, tehát újonnan vágtunk bele az intézmény felépítésére, kerestük a szakdolgozókat, szakorvosokat, és azt gondolom, hogy a földrajzi közelség miatt, vagy a földrajzi elhelyezkedés miatt elég hamar megtaláltuk azokat a szakembereket, akik itt a szakellátást el tudták kezdeni. És gyakorlatilag egy 2-3 hónap elteltével teljes struktúrában fel tudott állni valamennyi szakrendelés. Alakítottuk az elmúlt 10 év alatt nyilván a betegek igényeihez az ellátásokat. A korlátaink megvoltak, mert valamennyi ilyen szakrendelőt azonos kapacitással indított az egészségügyi vagy az egészségügyi finanszírozás, tehát minden ilyen kistérségi szakrendelő ugyanazzal az óraszámmal, ugyanazzal a szakorvosi összetétellel, szakmai összetétellel indult, és azóta is gyakorlatilag csak kapacitáson belüli átcsoportosításokkal tudtuk színesíteni a palettát. Mi ezt megtettük a legelején, tehát voltak olyan rendelések, szakellátások, amitől elköszöntününk, illetve azt mondtuk, hogy itt a térségben nincs rá szükség, mint például a gyerekgyógyászat, mert itt a tokai településen gyakorlatilag, vagy a járásban végül is a házi orvosi ellátás keretén belül ez megoldódott, és azok a betegek, akik pedig gyerekkel szakellátáshoz fordulnak, azok a környező kórházakba mentek, tehát az elég hamar kiderült, hogy nekünk a gyerekgyógyászati rendelésre nincs szükségünk, és ezt az óraszámot is átcsoportosítottuk. Voltak olyan szakmák, amin sok volt az óraszám, abból pedig átalakítottunk más szakmákra. Ennek keretén belül indítottuk el a mammográfiás szakrendelést, amire én talán a legbüszkébb vagyok, mert itt a térségben ez egy teljesen hiánypótló, és gyakorlatilag csak kórházi centrumokban van mammográfiai rendelés. Elindítottuk a diabetológiát, elindítottuk az érsebészeti rendelést, tehát ezek mind olyan plusz rendelések, amik végül is a lakosság igényeihez lettek igazítva. A város vezetése jó érzékkel döntött úgy 10 évvel ezelőtt, hogy kihasználja azt a pályázati lehetőséget, amelynek eredményeként megépült a Dombi Sámuel kistérségi egészségközpont. A tokai kistérség 4 szabolcsi településsel kiegészülve úgy határozott, hogy létrehoz egy térségi járóbeteg szakellátót, amely felszereltségében azonos a megyei kórházak járóbeteg szakellátó intézeteivel. Önkormányzati tulajdonnal jött létre, azonos
nonprofit társaság, ami jelenleg is üzemelteti az intézményt. A megalapításban nagy szerepe volt az akkori polgármesternek, Mayer Jánosnak. A nagy áttörés 10 éve történt, amikor egy pályázat készítő csapat megkeresett arra, hogy kórház nélküli kistérségekben szakrendelőt építenek. Ez olyan 10,5 évvel ezelőtt volt, és ebbe ki van jelölve Toka is. Nagyon boldog voltam, és mondtam a pályázat készítőknek, hogy hegyezzék a ceruzájukat, minek utána szóltak nekem, hogy az egészségügyi államtitkárnak fenntartásai vannak, hogy kicsi a terület. És akkor megkerestem Rakamasz, Tímár, Szabolcs, Tiszanagyfalu polgármestereit, hogy ebbe a konzorciumba, amit mi KFD-nek neveztünk akkor, hajlandók-e belépni, egyáltalán a betegforgalmunkat elfogadják-e. És egy pozitív választ kaptunk, hiszen nekik Nyíregyházán volt legközelebb szakrendelőjük, és hát gondolom feltételezték teljes joggal, hogy Tokajban nem kell majd ennyit várni. Nem sikerült ekkor se meggyőzni a kormányzatot, mert az egészségügyi államtitkár akkor is beleszólt, hogy nem egy homogén megyéből van a 30 ezer beteg. És emlékszem, hogy felhívtam Csabainét, Nyíregyháza város polgármesterét, hogy segítsen abban, hogy az egészségügyi államtitkárt megfűzze, hogy nem számít, hogy az, hogy homogén terület. Az iskolai körzetek is olyanok, hogy nem homogén területről jönnek össze a gyerekek. Tekintse ezt így. És úgy gondolom, hogy polgármester asszonynak a közműködése sikeres volt, mert egy fél órán belül jött a hír, hogy minden rendben. Én végtelenül boldog voltam, hogy ez a fejlesztés elindulhatott. A város polgármestere gratulált a dolgozóknak az elmúlt 10 évben végzett munkájukhoz, és a további évekre is kitartást és jó egészséget kívánt nekik. Tokaj első embere ígéretet tett arra, hogy a terület és település fejlesztési operatív programba pályázatot nyújtanak majd be orvosi eszközök fejlesztésére. Úgy tűnik, hogy a TOP-ban lesz ilyen lehetőség, hogy orvosi eszköz fejlesztése adjon majd támogatást a TOP-okon, a település operatív programokon keresztül majd az Unió. Mi ezzel szeretnénk élni. 10 év alatt azért sok olyan eszköz van, ami valamilyen szinten ugye elhasználódott. Ezeknek a pótlása, amit hozzáteszem, azért vannak nagyértékű eszközök is benne. Gondolok itt a röntgenre, vagy esetleg az ultrahang készülékre, amelyek azért elég húzós tételt képviselnek. Ezeknek a pótlása pályázatok nélkül szinte lehetetlen vagy elérhetetlen, úgyhogy ezért is örülünk annak, hogy van lesz egy ilyen lehetőség, mert ezzel mindenképpen szeretnénk élni, pont azért, hogy megalapozzuk az előttünk álló 10 évet is. Abban bízom, hogy a jövőre nézve is ugyanilyen jó és szép szakmai sikereket fognak elérni, és bízom abban, hogy egy nagyon szép 10 évvel minimum még az intézmény előtt, és hát reményeink szerint ugyanilyen jó eredményeket és sikereket fognak elérni, mint eddig elértek. Az urológiai szakrendelés az elsők között várta és várja jelenleg is a betegeket a Tokaji Egészségügyi Intézményben, amelyet azóta is a rövid várakozási idő és a szakértelem miatt keresnek fel a páciensek. Ez egy nagyon hasznos kezdeményezés volt az egészségügyi kormányzat részéről. Ugye kettős célja lehetett, az egyik az az, hogy tehermentesítsék a nagy egészségügyi ellátóhelyeket. Tehát ez főleg a kórházak, megyei kórházak, városi kórházak szakrendelőit rendkívül túlzsúfoltak voltak. A másik, meg az talán a még fontosabb cél pedig az volt, hogy tehermentesítsék az embereket, a leendő betegeket, vagy potenciális betegeket az utazástól. Tehát az ország számtalan helyén létesítettek olyan szakrendelőket, mint például ahol vagyunk, a Dombi Sámuel egészségügyi központ Tokajban, ahol azt az adott területet, sőt,
sokszor attól jóval nagyobb területek ellátását is tudják biztosítani. Tehát például ide, ha jól tudom, 16 község tartozik. Városok, falvak, és elég nagy számban jönnek a terület, úgymond területen kívüli betegek is. Egy önfenntartó, nem túlságosan szoros rendszert sikerült kialakítani, ami azt jelenti, hogy minden betegre jusson elegendő idő, és olyanok legyenek ugyanakkor az előjegyzések, hogy elfogadható időintervallumra kapjanak. Most kíváncsiságból megnéztem, hogy ugye hetente egyszer van például urológiai szakrendelés, de a két hét múlva már lehet szabad időpontot találni. A tokai járóbeteg szakrendelő 8 évvel ezelőtt egy egészségfejlesztő programot is elindított, mivel fontosnak tartották a gyógyítás mellett az egészségfejlesztést is. Lehetőségünk volt az egészségfejlesztési iroda elindítására, ami a másik nagy büszkeségem, mert az egészségfejlesztési iroda most az elmúlt 2021-re végül is megtalálta a helyét a ellátásban. Tehát igaz, hogy nem minősül szakellátásnak, nem minősül egészségügyi tevékenységnek, de maga a prevenció, a megelőzés az már olyan mértékben áthatja a mindennapjainkat, hogy ma már egy teljesen elfogadott dolog, hogy egy egészségügyi intézményen belül ezzel is foglalkoznak az itt dolgozók. Az egészségfejlesztési iroda működésének az a célja, hogy a magukat egészségesnek valló embereket is bevonják a rendszeres szűrésekbe, az egészséges életmódot hirdető programjaikba, előadásaikba, és felhívják a figyelmet a rendszeres sportolásra. Az egészségfejlesztési irodának a feladata elsőként a prevenció, tehát főként az egészséges emberekre koncentrálunk, vagy azokra, akik magukat egészségesnek gondolják, ugye ez nem mindig egyezik meg, különböző programokat tartunk számukra, tehát a tokai járás lakosai vehetik igénybe a szolgáltatásainkat, különböző mozgásprogramokat tartunk, dietetikus tart étkezési tanácsadást. Főként a mozgásprogramok azok, amik nagyon kapósak a lakosok körében. Ugye fontos, hogy ezeket mind beutaló nélkül is térítésmentesen vehetik igénybe, tehát ingyen járhatnak, heti rendszerességgel különböző mozgásformákat tudnak igénybe venni, úgy mint zumba, bachata, nordic walking, van fitnessedzőnk, aki heti kettő alkalommal tart edzéseket. Én azt gondolom, hogy minden korosztály megtalálja a neki való mozgásformát, amin szívesen részt vesz. Főként ezek, illetve a dietetikushoz is nagyon sokan járnak. A dietetikushoz különböző krónikus betegségben szenvedők jöhetnek, főként cukorbetegek vagy szívérrendszeri megbetegedésben szenvedők, de jöhetnek azok is, akik fogyni szeretnének, vagy egészen egyszerűen csak az egészséges táplálkozás alapjait szeretnék megismerni, és ezután majd követni. A testi egészség mellett a lelki is nagyon fontos, hiszen ha kiegyensúlyozottak vagyunk, akkor a betegségek is jobban elkerülhetnek bennünket. Ha viszont akadnak lelki problémáink, akkor felkereshetjük az egészségfejlesztési irodában előzetes időpont egyeztetés után Körei László, mentálhigiénész szakembert. Amint a nyitás elérhetővé lehetővé teszi, bekapcsolódunk a népegészségügyi folyamatok kapcsán olyan projektekbe, amelyek a lakosság mentális egészségfejlesztését a civil szervezetekkel támogatva, egyházakkal, munkahelyi szervezeti funkciókkal bővítve, a kiégés ellen, a depresszió ellen, a stresszkezelő technikák megvalósításában hatékony segítséget nyújtanak. Magam egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberként hosszú évek óta foglalkozom preventív és korrektív területekkel, de amiben nagyon fontos és részt akar venni az intézményünk is, a Tokaji városnak a márkázásában egy egészségpromóciós tevékenység. Tehát egy korszerű egészségkommunikáció mellé téve a szolgáltatásokkal, amit én tudok nyújtani, az mentális állóképesség fejlesztése, egyéni konzultáció akár telefonon, online térben, és reméljük, hogy hamarosan minél többeknek személyesen is. Hosszú hetek óta ebben dolgozunk, és úgy tapasztalom, hogy erre van igény a lakosság részéről.
Minden korosztályból, most az érettségihez közeledően kerestek főleg fiatalok, tanulástechnikákkal, hogy mi az, amit javaslunk. Ez is egy új dolog, de én nagyon szívesen, mert középiskolai tanári tapasztalatom is van az egyetem mellett. De hát Tokaj ez egy kiváló város. Itt én azt mondom, hogy olyan rekreációs övezetek vannak akár a természetben, akár a környéken, hogy azt szoktam a fiataloknak is javasolni, meg a kevésbé fiataloknak, hogy kerékpározzanak egy hatalmasat, mozogjanak. Mert ugye a mentálhigiéné az azt is támogatja, hogy a lelki egészség mellett a testi egészségünk is egységes legyen, hogyha az embert egy holisztikus szemlélettel nézzük, akkor test és lélek, pszicho és szóma, és a pszichoszomatikus betegségeket preventív jelleggel és korrektív jelleggel lelki és testi alapon lehet alapvetően megelőzni. A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a jövőbeni tervek között az orvosi eszközök fejlesztését tűzte ki célul, hogy minél korszerűbb egészségügyi ellátást biztosíthassanak a hozzájuk érkező pácienseknek. Május első hétvégéjén megrendezték Tarcalon a bűbájos hétvégét. Az elmúlt évekhez képest nagyon szolidra tervezték a hétvégét, hiszen rendezvények nem voltak megtartva, csak a borászatok teraszaira lehetett kiülni az idelátogatóknak. A bűbájos hétvégét 3-4 éve rendezik meg Tarcalon lévő borászok, pincészetek, szállásadók, ezzel is ösztönözve a vendégeket arra, hogy néhány órát vagy napot eltöltsenek a Tokaj-hegyaljai településen. Ez egy kiváló nyárindító hétvégi programsorozat, hiszen a jó idő beköszöntével sokan látogatnak el Tokaj hegyaljára megkóstolni egy finom pohár bort. Az idei évben ez is máshogyan alakult a pandémiás helyzet miatt, de nagyon szolidan tartották meg a vidám eseményt a teraszokon. Hát végül a bűbájós hétvégi program, ez talán már a harmadik vagy negyedik év történik. Ez egy egyesület, vagyis több emberek, legyenek borászok, legyenek szállásadók, vagy egyszerűen tarcali kedvelők, összecsoportosultunk, és gondoltunk, hogy jó lenne promotálni falunk. És ezzel tekintettel, hogy mi a történelmi múltunk, de is, hogy lehetne fejleszteni, milyen csalogató program lehetett volna építeni. Ezt most valóban nem lehetett megrendezni, csak visszafogottan a tavalyi évben. Azért októberben egy kicsit magasabb színvonal csináltunk, vagy egy kicsivel hangosabb, mielőtt, hogy bezárodjunk újra, és most a tavasz nyitással hát csalogattunk az embereket, hogy ide jöjjenek kirándulni, mert tényleg csodálatos ez a hely, és lehessen ide piknikezni, és szerencsénk is van, mert már van ugye az első nap, amikor lehet is nyitni a termeket. A vendéglátás nagyon-nagyon fontos. A vendéglátósoknak szembe tűnik, hogy hiányzott az embereknek az, hogy kimozdulhassanak otthonról, és be tudjanak ülni valahová. A tarcali borászok közös borát 2016 óta készítik el, ami egy könnyed száraz nedű, de nagy népszerűségnek örvend a vendégek körében. Nagyon, mert ugye elvitelre is voltunk nyitva pár hét ezelőtt, és mindig jöttek a vendégek, és nem lehet megmenni a teraszon, nem lehet megmenni, úgyhogy nagyon várták, és én is elsőként vagyok, aki itt, bár esett az eső már délelőtt, most délután gyönyörűen süt a nap, és ennyire jól esik itt egy kicsit napozni, ami nem állt. Az embereknek fontos ugye, a kapcsolat, a lázulás, jó érzés, és az ember, ugye, a társadalom ezt óriásian, nagyon-nagyon vágynak erre. Tarcali bor, vagyis a tarcal bor, amit már 2016 óta készítünk együtt. Úgyhogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés, furmintás lövülő száraz bor. Amit tapasztalom szintén, hogy nagyon kedvelnek késői finoman édes, kezdő édes borokat, ezeket a késői, ami nem túl súlyosan édes. Idén nem a megszokott módon várták az érdeklődőket a bűbájos hétvégére, de a borászok nagyon örültek annak, hogy voltak olyanok, akik ellátogattak Tarcalra, és a teraszon ülve élvezték a finom falatokat és italokat május első hétvégéjén.
örülünk, mert végül is szerencsés módon így május első hétvégére úgy alakult a dolog, hogy azért a teraszokon kívül már itt egy picit bent is tudunk vendégeket fogadni, bár a vendégek többsége, mint ahogy általában mindig ragaszkodik, hogy a jó időben, a szép panorámában, a pince előtt a borteraszon foglaljon helyet és kóstolhassa borainkat, illetve ajánlott sajtjainkat. Úgyhogy megvan az öröm, tényleg azt szeretnénk, ha a jó idő az teljesen kitartana, itt az anyák napi vasárnapot is belefoglalva. A majoros birtokra érkezők nagy részre a tokai borkülönlegességeket kedveli leginkább, valamint az édes és a száraz nedüket is. A hozzánk látogató vendégek egyre nagyobb része most már, azt kell, hogy mondjam, hogy a tokai borkülönlegességek, amelyek leginkább édesborok mellett, egyre inkább nagyobb számban fogyasztják a szárazborainkat. Ugye ennek egy kiemelt tagja a saját düllős vagy nem düllős boraink mellett a tarcalbor, aminek a debütációja az új évjáratnak ilyenkor szokott lenni a bűbájos hétvégén. Egyöntetően minden szolgáltató és fogyasztó örült a hírnek, hogy a korlátozások lazításával a teraszokat igénybe tudták venni, és helyben elfogyaszthatták italaikat a vendégek. Nagyon örültünk ennek, hogy a korlátozások egy kicsit enyhültek, és újból tudtunk vendégeket fogadni. Ugye ez mindenki számára most egy öröm, hogy ugye éled a természet, és hogy most próbálunk itt a kis teraszunkkal egy kicsit olyan tavaszi feelinget varázsolni, hogy újból a vendégek úgy érezzék, hogy kiszabadulnak, és akkor egy kicsit kint lehetnek a természetben. Hát én úgy gondolom, hogy már a vendégek is vágytak arra, hogy egy kicsit a négy fal közül egy kicsit kiszabaduljanak, és a természet közelében lehessenek, és újból kint programokat szerveznek különböző borászatok. Ugye mi is próbálunk a nyárra programokat betervezni. Most egy kicsit ilyen lájtosan indulunk, de úgy gondolom, hogy lesz érdeklődés, és egyébként is ugye a gyönyörű településen biztos, hogy sokan el fognak látogatni. Ugye vannak nevezetességek a faluban, úgyhogy tudunk nekik programot is ajánlani, és mellette ugye nyilván borkóstoló, kis sajtválogatás, kis sonkakóstolóval készülünk majd a vendégeknek a nyár folyamán. Népszerűek a száraz, a félszáraz és az édes borok a fiatalabbak körében, amiket egy finom fröccsnek is el tudnak készíteni. Nálunk a borászatnál szárazborok, felszárazborok és ugye édesborok is megtalálhatóak. Ugye nyilván a reduktív borok, a szárazborok közül ugye most azok a kedvencek, azok a fiatalok is inkább azokat fogyasztják, de nagyon kedvelik például a sárga muskotájunkat, illetve van egy tokai küvénk is, ami egy házasítás, és azt is nagyon kedvelik, ez egy kicsit könnyedebb, akár fröccsként is lehet fogyasztani, illetve az édes boraink, ugye most a Eszter és Ilona névre hallgató boraink, azok nagyon kedveltek. Érezhető volt az elmúlt hétvégén, hogy sokan nem mernek még közösségbe menni, hiszen a megszokottnál jóval kevesebben voltak tarcalon, de a vendéglátók és a szállásadók bíznak abban, hogy a nyáron megérkeznek majd a településre a turisták is. A Magyar Falu programnak köszönhetően sikerült 5 millió forint összegben új játékokat vásárolni az újharangodi óvodásoknak. Simon István polgármester elmondta, hogy az óvónőkkel egyeztetve különböző fejlesztő játékokat szereztek be a kicsiknek. Ezekre azért volt nagy szüksége az óvodának, hiszen azok a szabadtéri eszközök, amik ott voltak, elavultak, és sokszor balesetveszélyesek is voltak már. A Magyar Falu programnak köszönhetően vásároltak 5 millió forint összegben új játékokat az újharangodi óvodásoknak. Simon István polgármester elmondta stábunknak, hogy az óvoda pedagógusokkal egyeztették azt, hogy milyen fejlesztő és egyéb játékokra lenne szüksége a gyerekeknek. Ennek köszönhetően került kihelyezésre a kisvonat, a homokozó, a csúszda, a rugós játék és minden olyan, amire szükségük volt, mivel az előző eszközök már nem voltak megfelelő minőségűek, és az állapotuk is kifogásolható volt. Magyar Falu program keretein belül nyújtottunk be pályázatot az újharangodi óvoda udvar játékainak fejlesztésére.
mintegy 5 millió forint értékben sikerült megújítanunk a játékparkot. Azt tudnunk kell, hogy Újharangodon 2005-től működik óvoda, addig az általános iskolások használták az épületet. Az itteni játékok már nagyon elavultak, voltak balesetveszélyesek, ezért az volt a cél, hogy ezeket mi hamarabb kicseréljük újakra. Egyeztetve az óvónőkkel, leülve, hátbeszélve, melyek azok a játékok, amelyek leginkább segítenék az itteni gyerekek fejlődését, állítottuk össze a listát, amit itt most már látunk is. Az elmúlt héten sikerült a kihelyezésük. Az udvar lehetővé tette, hogy minél több játékot, nagyságot tette lehető, hogy minél több játékra tudjunk pályázni. Én bízom benne, hogy a gyerekeknek ez nagyon hasznos lesz. Egyrészt ugye a fejlődésük szempontjából, másrészt persze meg a kikapcsolódás a játék. Az, ami a legfontosabb még az ő számukra. Több különböző eszközt helyeztek el, amit már a kicsik használatba is vettek. Kisvonat, csúszda, homokozó, amőba és még jó néhány olyan játékot szereztek be, amivel a gyerekek biztonságosan tudnak játszani. Az óvodai csoportban 23 gyermek van ebben a tanévben, azonban van, amikor ez eléri a 30 fős létszámot is. A gyerekek már birtokba vehették a játékokat, nagyon örültek neki, tehát teljesség igénye nélkül próbálom azért felsorolni, hogy mik kerültek ki. Fedett kocsi, mozdony, amőba, rugós játék, csúszda, elődvár, homokozó, padok. Per pillanat a létszám 23 fő, de ez ugye minden tanévben változik. Átlagban egy ilyen 20-30 fő közötti a gyermek létszám. Itt az óvodai csoport különben vegyes összetételű. A homokozó fedett részét pedig új náddal szeretnénk bevonni. Az a héten meg is történik majd. Az új eszközöket minden gyerek nagy örömmel fedezte fel, és bíznak abban, hogy minél többet tudnak ezekkel a játékokkal játszani a friss levegőn. Környezetbe jöttünk, és lehet, hogy ez is motiválhatja azokat a fiatalokat, idősebbeket, akik szeretnének újra kezdeni, vagy éppen elkezdeni futni, mozogni, és tudjuk azt, hogy ebben a covidos időszakban nem nagyon lehet másfajta sportot választani, mint olyat, amit szabadban lehet, mert még egyenlőre az olyan helyek zárva vannak, ahová be kell menni, illetve akinek nincs még védettségi igazolványa, ugye ő nem is biztos, hogy be tud majd ilyen zárt helyekre menni. De azt gondolom, hogy nagyon szép helyen vagyunk, és ha szeretnénk távol kerülni mondjuk a város zajától, akkor itt a Mádi dűlő között is nagyon szépen el tudunk sétálni, futni, gyorsgyalogolni, de van most itt mellettem egy 30 éve futó fiatalember, aki talán egy kicsit a motivációt fogja felkelteni mindenkiben, és lehet, hogy egy új lendületet ad majd arra, hogy elkezdjék, vagy újra kezdjék a futást. Így van ez, Balázs? Így van, és a legfontosabb, amit a bevezetődben elkaptam, az, hogy megszólítottad a fiatalokat is, és az idősebbeket is. És szerintem itt meg is kell állni ezen a ponton, mert hogy a futás az pontosan ezért jó sport, ezért remek sport, mert nem kapcsolódik korosztályhoz, nincsenek korlátai. 70-80 éves emberek olyan szenzációs időket futnak akár maratonon is, amire mondjuk lehet, hogy még most én se lennék képes ebben az állapotomban, pedig én azért úgy benne vagyok a futásban. Tehát az a lényeg, azt akarom ezzel, hogy nem igen vannak olyan korbeli korlátok, amik megszorítanának. Mindenkinek meg kell találni a saját kis tempóját, és ahhoz képest kell fejlődnie, vagy akár nem is kell, csak azt csinálni,
és nincs olyan, hogy valaki lassú futó vagy gyors futó, mert mindig magadhoz képest kell, vagy magamhoz képest kell nézni azt, hogy megy, hogy fejlődök-e vagy nem fejlődök. És hogyha az valakinek egy lassú kocogás, sőt, tovább megyek, nem is kell folyamatosan futni vagy kocogni, hanem belegyalogolni, az nem szégyen. Nem szégyen, abba hagyni sem szégyen, de mindenképpen aki tovább csinálja, és egy gyaloglás után újra fut, vagy egy kihagyás után újra, vagy a Covid lezárások után újra elkezdi csinálni, vagy egy betegség után, az tiszteletre méltó, és ezt a futás, egy adott futás közben is lehet. Ha én most úgy érzem, hogy nem megy, akkor egy kicsit gyalogolok, és utána, amikor összeszedem magam, akkor újra elkezdek futni. Beszélgettünk is róla, illetve most nagyon sok helyen látom ismerőseim megosztásaiban azt, hogy úristen, 5 kiló plusz 10 kiló most itt a bezártság alatt, és hát nyilván mindenki mi az, amit csinált, evett, meg tévét nézett, vagy internetezett, és azért nyilván így nehezebb elkezdeni plusz 5 kilóval, vagy plusz 10 kilóval a mozgást. Nekik mit javasolnám? Igen, hát a plusz 5 kiló, vagy a plusz 10 kiló az hátrány, de én azt mondom, hogy ha a fejben ezt te előnyként fogalmazod meg, tessék itt a motiváció. Nekem az a 10 kilogram plusz, vagy az 5 kilogram plusz a motiváció, illetve az attól való megszabadulás. És már is könnyebb akkor azt mondani, hogy jó, ma is elmegyek. Amit tudok ajánlani, az, hogy nyilván a futás az egy életmód, az egy életfilozófia, az egy életstílus, és összefügg az élet egyéb más vonatkozásaival, például a táplálkozással. Aki ezt komolyan gondolja, és aki azzal a céllal szeretne futni, elkezdeni, vagy újrakezdeni, hogy fogyjék, teljesen jó, bár lehet, hogy még a gyors gyaloglás ilyen értelemben jobb, mert jobban fogyaszt, de a futás is nagyon jó. Annak mindenképpen fontos, hogy a táplálkozását is ehhez alakítsa. És ebben bizony benne van az, hogy kevesebb szénhidrát, kevesebb fehérliszt, kevesebb cukor, édesség, és több zöldség, és több gyümölcs. Amire én esküszöm, a nyers dolgok fogyasztása nagyon fontos, mert az rendben tartja az egész tápcsatornát. És a nassolás az, ami szerintem tudom, hogy az nehéz, tudom, hogy a nassolást a legnehezebb elengedni, de az a legnagyobb ellenségünk. Meg én azt szoktam mondani, hogy a cukor az a fehér halál, és a cukrot mindenféle ételünkből megpróbálni száműzni, vagy minimalizálni. Fontos lehet az a motiváció, hogy te mondjuk, ha segítséget kérnek tőled, mert gondolom vannak olyanok, akik látják azt, hogy te tényleg nagyon sokat futsz, és nagyon hosszú távokat is, hogy mi az, amivel lehet motiválni valakit? Motiváló lehet a partner, motiváló lehet a társ, a futótárs, a sporttárs, az ő jelenléte. Ha megbeszélek egy futást egy barátommal, akkor nem engedhetem meg magamnak, hogy nem jelenek meg, akkor már ott kell lenni, nincs mese. Ilyen értelemben nagyon jó motiváció a társ, a partner. Fiú, lány, együtt, párok, vagy egész nagy társaságok. Én nagyon sokat futottam életem bizonyos éveiben csapatban. Nagyon fontos dolog. Kísérletek mutatják, hogy a csapatban futáskor az egyes egyén futónak a pulzusa sokkal alacsonyabb, mint hogy egyedül futna. A
A futás a legősibb sport, és az ember szervezete arra lett teremtve. Egy jó edzésprogrammal, előre meghatározott célokkal öröm lehet a sportolás. De hogy el lehet jutni arra a pillanat, arra az, abba az állapotba, amikor a futás az egy önfelett öröm állapot, nem csak amikor megállsz a végén, ahogy azt mondani szokták, hanem közben minden egyes pillanata egy nagyon intenzív, amikor az érzékek kiélesednek, és a valóságot, meg az időt, meg mindent máshogy élsz meg, és könnyűvé válik a mozgás. Erre a szintre mindenki el tud jutni. A futás során nagyon fontos a motiváció, hiszen ha lendületet elveszítjük, akkor akár hónapokra is a szekrény mélyére kerülhetnek a futócipők. Egy társ vagy egy jó applikáció segíthet a mélypontokon túllendülni, és ennek segítségével visszakaphatjuk a motivációnkat. Hát ugye, ami segíthet nekünk a futásban, a társakon kívül mondjuk egy nagyon jó applikáció is akár, amiben otthon mondjuk, ha végeztünk, akkor meg tudjuk nézni, hogy bizonyos szintkülönbségeknél mit teljesítettünk, vagy az elejétől a végéig hogyan változott a teljesítményünk. Nagyon jók ezek az applikációk, rengeteg van az interneten, ami nagyon jó, hogy ezek ingyenesek, legalábbis az alapvető funkciói ingyenesek. És ha az embernek van egy okos telefonja, ami manapság már szinte mindenkinek van, akkor fel tud csatlakozni ezekre, applikációt le tudja tölteni a telefonra, viszi magával a telefont, rögzíti a távot, rögzíti a tempót, a részidőket rögzíti. Ez feltölthető egy bizonyos adatbázisba, ahol a partnerek, a társak, a csoportnak a tagjai ezt szintén meglátják, egymásnak tudnak gratulálni, ez nagyon fontos, hogy egymás sikerének tudjunk örülni, és egymás sikeréből tudjuk magunknak energiát meríteni. Azt, hogy egymáson tartjuk a szemünket így virtuálisan is. Illetve ezek edzésnaplóként működnek, tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy információbank, és én vissza tudom nézni, hogy tavaly ilyenkor hol jártam, mennyi kilométert tettem meg, ehhez képest most hol járok, vagy ugye a telefonokkal, illetve a telefonokhoz kapcsolódó Bluetooth-os eszközökkel a pulzusomat is tudom mérni, monitorozni. És ha az ember egy kis kutatást csinál, utána néz az interneten, megint csak ugye kutat, megint csak a futással foglalkozik, akkor rájön, hogy a pulzus milyen összefüggésben van a légzéssel, a pulzus milyen összefüggésben van a pihentséggel, az éppen aktuális fittségi állapotával az egyének. És akkor tanulunk a szervezetünkről is, önmagunkról is. Én használok pulzusmérőt, de gyakorlatilag, mivel én nagyon régóta sportolok, én tudom, hogy mennyi a pulzusom futás közben, plusz-minusz 3 érték. Tehát már olyan tapasztalatom van, és ez fontos. Fontos, hogy a pulzusunkat az edzés közben egy bizonyos határ alatt, vagy egy bizonyos határ fölött tartsuk azért, hogy elérjük a célunkat. Melegítésnek része a megfelelő módon hidratáltság, ami azt jelenti, hogy a szervezetünkben legyen elég víz. Ugyanis ha dehidratáltak vagyunk, nincs elég víz, folyadék jelen a szervezetünkben, akkor az izmaink, az inak is merevebbek lesznek és hajlamosabbak lesznek, akár részleges, akár teljes szakadásra. Tehát nagyon fontos, hogy ne legyen bennünk túl sok víz, legyen bennünk bőven, és az felszívódott legyen, annak adjunk időt felszívódásra. Aztán ugye különböző gyakorlatsorokat lehet végezni, nagyon fontos szögdelő futóiskola gyakorlatok, guggolások, láblendítések, a bokának az átforgatása, a csípőnek az átmozgatása, a térnek az átmozgatása, ugye ezek azok az izületek, amelyeket jól be kell mozgatni, mielőtt futunk. Nyilván aki régóta fut, annak nagy tapasztalata van ebben, az egy lassú kocogással is elég, ha bemelegít, de az elején, akik kezdők, újrakezdők, én azt javasolnám, hogy igenis egy-két hajlítást, törzshajlítást tegyünk meg.
nyújtsuk meg egy kicsit az izmokat, egy kicsit szögdeljünk, harán, indián szögdelés, egy kis térdemelés, egy kis sarokemelés, mindegyikből egy 10 méter, és akkor már azt szokták mondani, ha az első verejtékcseppek megjelennek, akkor már a szervezetbe melegedett, és utána már jöhet az aktív része. Szerintem akkor kezdjünk is hozzá, és akkor én próbálom azt, amit te mutatsz, azt megcsinálni, így a bemelegítést, és akkor utána majd el fogunk indulni, nyilván nem futással, mert nekem még azért kell ahhoz idő, hogy én már ezután egy lassú kocogásra elindulhassak, de a bemelegítést azt el tudjuk kezdeni. Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelzői Szolgáltató Iroda tájékoztatása szerint az ország nagy részén csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, a nyugati megyékben azonban helyenként gomoly felhők is képződhetnek. Általában nem várható csapadék, de a nyugati határ közelében néhol előfordulhat eső, zápor. A keleti, észak-keleti szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet, napközben 29 fokra emelkedik. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabban azként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb május 16-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!